Amerika szervezet zsidóságának mesterhilten eljátszott antiszemita hisztériája több ügyet szolgált. Izrael államot, mint az amerikai zsidóság legutolsó menedékhelyét értékeli föl. Továbbá, az állítólagos antiszemitizmus ellen küzdő zsidó organizációk szervezetek adakozásra szólító felhívásai is nyitott fülekre találtak. Így lesz az antiszemita arra elítélve, vagy a sartre, hogy ellensége nélkül, akit ő megsemmisíteni kíván, életképtelenné váljon. Természetesen, minden zsidó szervezet számára ennek a mondatnak az ellenkezője is igaz. Miután az antiszemitizmus hiánycikké vált, az utóbbi években a fontosabb zsidó védelmi szervezetek, különösen az ADL és a Simon Wiesenthal Zentrum központ, között éles konkurencia harc robbant ki. Ami az adományozásokat illeti, a feltételezett, Izraelt fenyegető veszélyek hasonló célokat szolgáltak. Az Egyesült Államokban tett látogatásáról visszatérő neves újságíró, Dan Rubinsteintól hallhattuk, a zsidó gyülekezetben élők többsége szerint nagyon fontos az Izraelt fenyegető külső veszélyekre terelni a figyelmet. Az amerikai zsidó gyülekezetnek Izraelre csak, mint a brutális arab támadások áldozati státuszára van szüksége. Egy ilyen Izrael számára mindig lehet támogatásra, adományokra és pénzre számítani. A hivatalos összegek dimenziója közismert, amelyeket a United Jewish Hapoel Amerikában mindenütt összeharácsol, ahol Izrael neve szóba kerül, és amelynek körülbelül a felét nem Izrael kapja, hanem Amerika zsidó szervezetek zsebelik be. Lehet ennél még nagyobb cinizmusról beszélni? Amint azt látni fogjuk, a holokausztipar rászoruló holokauszt áldozatok kizsákmányolása ennek a cinizmusnak a legaktuálisabb és legocsmányabb manifestációja. Az antiszemita vízharangok megkongatását valójában más indokolta. Miközben az amerikai zsidók szekuláris sikerek sorozatát ünnepelték, fokozatosan a politikai jobb irányvonalába mozdultak el. Még akkor is, ha közérdekű témáknál, mint szexuál erkölcs és magzatelhajtás inkább a baloldal vonalát képviselték, egy erőteljes jobbos zsidó véleménnyel tolódást lehet a politika és gazdaság területén tapasztalni. Ezzel a politikai fordulattal egyidejűleg megfigyelhetünk egy belső pálfordulást is, amint a zsidók régebbi nincstelen szövetségeseiket cserben hagyva, az összes rendelkezésükre álló javakat kizárólagosan csak zsidó célokra rezerválták. Az amerikai zsidók effajta új orientációja minden kétséget kizáróan, az egyre erősödő zsidó fekete feszültségekben vált nyilvánvalóvá. Korábban még a feketékkel karöltve, harcolva az USA szinte minden társadalmi csoportosulását érintő diszkriminációja ellen, egyre több zsidó hagyta el a 60-as évek vége felé a polgári jogokért harcoló szövetséget, amit Jonathan Kaufman így magyaráz. A polgárjogi mozgalmak célja eltolódott a politikai és törvényjogi egyenjogúságért való harcot, leváltotta a gazdasági egyenjogúságért folytatott küzdelem. Cyril Greenberg hasonló élménnyel gazdagít. Miután a polgárjogi mozgalmak elérték Északot, minden négy liberális zsidó közül egy új integrációs lehetőség után nézett. A zsidók inkább osztály, mint sem fajelméletben magyarázták aggodalmaikat, és menekültek a fehér keresztényekhez hasonlóan az elővárosokba, elejét véve annak, amit iskoláik és lakónegyedeik pusztulásán értettek. Az események egyik emlékezetes tetőpontja volt a tanárok 1968-as sztrájkja nevű orcigyben, ahol is egy messze menőkig zsidó vezetés alatt álló szakszervezet nézett farkas szemet a feketék közösségi aktivistáival, akik iskoláig drasztikusan leromlott biztonságát szavatoló ellenőrző intézkedések bevezetéséért harcoltak. A sztrájkról szóló jelentésekben gyakran olvasunk antiszemita kísérő jelenségekről. A sztrájkot megelőző rasszista zsidó kitörésekről kevesebb szó esik. A közelmúltban zsidó publicisták és szervezetek komoly erőfeszítéseket tettek az affirmatíve akción, kisebbségek integrációját célozza programjainak megszüntetésére. A legfelsőbb bíróság kirakatpereiben, de Funis, 1974 és Bakke, 1978, egy állítólagos erős zsidó többségre hivatkozva, adta az Ajc, Adl és Ajconres, affirmative action ellenes állásfoglalását bírósági jegyzőkönyvbe. A saját csoport és osztály érdekeiket agresszíven védelmező zsidó elit, antiszemitizmussal bélyegzett meg minden oppozíciós, konzervatív politikájukat megkérdőjelező igyekezetet. Így nyilatkozik az Adl főnöke, Nathan Perlmutter. Az igazi antiszemitizmust Amerikában politikai háttér táplálja, amely a zsidó érdekekre nézve káros, mint például a kisebbségek integrációja, a védelmi költségvetések csökkentése és az új elszigeteltség, valamint az atomerőművek elleni harc. Sőt, magukat a csollegeok választási reformjait is hozzávette. Ebben az ideológiai offenzívában a holokausztnak döntő szerepet szántak. Legnyilvánvalóbban utal erre az a tény, hogy minden nemű és mindenkori őket érő kritikát történelmi üldöztetésükre hivatkozva visszautasítanak. A kisebbségek integrációját bénító ellenállásuknál nem szűntek meg ürügyként, mint numerus claususra, múltbéli szenvedésükre utalgatni. Mindezen túlmenően, az antiszemitizmust a holokauszt keretén belül magyarázva, mint a nem zsidók, a zsidóságot megvető irracionális gesztusát értelmezték. Annak esetleges lehetőségét, hogy ez a nem zsidókkal szemben táplált gyűlölködő hang nem egy érdekkonfliktushoz vezethet, erről még később, elejétől kezdve kizárták. Ezért volt a holokausztra való hivatkozás egycsel, a zsidóságot érő minden nemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. Miként a szervezett zsidók előszeretettel hivatkoztak a holokausztra, amikor Izrael erejének teljében duzzadt, ugyanúgy tették azt, amikor Amerika zsidóságának hatalma delelőjére érkezett. Mégsem szűntek és szűnnek meg a zsidóságot közvetlen fenyegető második holokausztra figyelmeztetni. Így módon tudta az Amerika zsidó elit hősi társadalmi pozícióját elfoglalni, miközben gyáva nyomást gyakorolt környezetére. Norman Podhoretz kiemeli az 1967. júniusi háború után tapasztalható zsidó elszántságot ellenállni mindenkinek, aki mindegy, hogyan, milyen mértékben és milyen okból próbál megkárt okozni, minden támadást vissza fogunk verni, amint az Egyesült Államok által állik felfegyverzett izraeliek a rakoncátlankodó palesztinokat hősiesen idomítják, hasonlóképpen tartják kordában az amerikai zsidók a lázongó és követelőző feketéket. Azoknak parancsolgatni, akiknek nincs lehetőségük az önvédelemre, ez Amerika szervezett zsidóságának igazi kurázsia.